Üdvözöllek benneteket! Az elején tartozok egy vallomásul, ugyanis ezt a videót egyrészt már elég rég el kellett volna készítenem, másrészt pedig nem is így terveztem, de semmi nem állt az én oldalamra. Úgyhogy most egy kicsit másmilyen lett a videó, mint ahogy gondoltam. Eredetileg azt terveztem, hogy fogom a rollereket, a feleségemet, és megkerüljük vele a Balatont, és aztán erről készítek egy videót. De sajnos ez nem jött össze, nem sikerült, így egy olyan verziót kaptok, ami lehet, hogy kevésbé lesz feelinges, viszont sokkal informálisabb lesz. Ugyanis meg fogom mutatni, hogy mi az én több hónapos tapasztalatom ezzel a rollerrel kapcsolatosan. A rollereket egyébként köszönöm a Xiaomi Shopnak, van belőle fekete, meg van belőle fehér, a linket a leírásban megtaláljátok, és ennek egyébként már, míg ezt a videót elkészítettem, megérkezett a nagyobb testvére is, a Pro, aminek a hatótávja nagyobb, és a kijelzője egy kicsit másmilyen. Na de nézzük is, hogy milyen ez a roller. A legfontosabb kérdés szerintem minden elektromos roller iránt érdeklődőnek, hogy megéri-e megvásárolni. A szó annak az értelmében éri-e meg, hogy vajon tényleg mire fogod használni. Az első és legfontosabb dolog, hogy felmérjed, milyen távolságokat és nagyjából milyen terepen fogsz közlekedni. Ha olyan 20-25 kilométeres városi környezetben, akkor szinte biztos, hogy fogod használni. De mi van, ha például falun laksz, vagy az agglomerációban, mint például mi? Egyrészt, ha postára, boltba vagy a srácokért kell elmenni, nem ülök be a kocsiba, ott a roller egy perc és meg is fordultunk. A másik népszerű felhasználási mód nálunk, amikor a Vikivel elmegyünk kutyát sétáltatni. Ő Emily, egy border collie, és hatalmas mozgási igénye van, úgyhogy igazából nem is sétáltatjuk, hanem futtatjuk. Nem ritkán előfordul, hogy ilyen 10-20 kilométert is megteszünk vele, és komolyan mondom, a végén csak az ő nyelve lóg. Mivel ugye a kerék tömör, így a lengés csillapítás is ennek tudható be, egyébként egészen elfogadható. Ha nem ilyen nagy köveken, sziklákon akarsz mondjuk haladni, akkor abszolút jó. Mi rendszeresen megyünk vele például erdei utakon is. Ezeken kívül az átlag városi dolgokra is használjuk természetesen. Nálunk rendszeres mindkét roller a kocsiban, benne a csomagtartóba, így hogyha lerakjuk az autót, akkor a Viki erre ér meg arra, aztán az autónál találkozunk. Ahova bicajjal elmész, egyébként ez nagyjából alapszabály, nap mint nap, oda rollerrel is mehetsz, annyi, hogy ezt könnyebb lesz elrakni, meg hordozni. Nem kevesen járnak vele egyébként munkába is nagyobb távokat, aztán amikor odaérnek vele, egyszerűen felrakják a töltőre, így mondjuk egy nap simán 50 kilométert is megtehetsz az alapmodellel. Minden tömegterméknél sajnos itt is előfordulnak gyári hibák, sőt az M365-nek azért vannak konstrukciós hibái is, amikre érdemes odafigyelni. Kezdjük a gyári hibákkal. Volt rögzítő csavartörés, talán ez volt mindközül a legveszélyesebb, aztán akkumulátorcella hiba, rögzítő pántörés. Ahogy olvastam a neten, nagyjából ezek vannak, amik gyári hibaként jelentkezhettek. Ha ilyen problémád lenne, akkor ezekre természetesen egyrészt vonatkozik a garancia, visszaviszed és kész. Főleg egyébként használt roller vásárlásánál célszerű mindenképpen elvégezni, hiszen ott benne lehet simán az a pakliba, hogy mondjuk egy vagy fél éve vásárolták pont abból a szériából. Boltnál nem hiszem, hogy van, de igazából beraktam a linket a leírásból, megnézhetitek, ellenőrizzétek le, nem akkora nagy cucc. Hozzánk két roller érkezett, mindkettővel voltak egyébként problémáim, mutatom, hogy pontosan mik. Ennél a rollernél ferde volt a kerék, ezeket a csavarokat meglazítottam és irányba állítottam, nagyjából egyébként ennyi volt. A másik rollernek a hátsó tárcsa féke szorult, ez egy 15 perces szereléssel olvosolható, azóta nem nagyon kellett állítgatni. A leírásba a tutorial videó linkjét beraktam, mert az az utóbbi, ez azért egy kicsivel bonyolultabb dolog volt. Gyári probléma még a hátsó sárhányó alatt futó féklámpa kábel elkopása, mivel a haladás közben, ahogy így rugózik ez a műanyag sárhányó, néha-néha az abroncs hozzáér.
Ezt megelőzendő egyébként én leszereltem a sárhányót, és egy 3D nyomtatott kis műanyagot hozzászereltem. Apropó 3D nyomtatás. Aki ismer, tudja, hogy nekem van itthon, és szeretem is használni a 3D nyomtatót. Nyilván első dolgom egyébként az volt, hogy így rákerestem a lehetőségre, és nem csalódtam. Különböző tuningok, sárhánymerevítők, komplett sárhányok, akasztó, és minden is megtalálható egyébként a kedvenc 3D nyomtatós oldalamon. A linket itt is belerakom a leírásba. Akinek nincsen 3D nyomtatója, gondolom azért ez sokaknál előfordul, azok az AliExpress és társait is nyugodtan kipróbálhatják, mert rengeteg kiegészítő és tuning és alkatrész is van. Tényleg elképesztő egyébként, mennyire népszerű a roller, még ilyen gyerekülés, meg hát nem is sorolom, nézzetek rá, tényleg jó cuccok vannak hozzá. Ha már itt tartunk, én egyébként ajánlom ezt a típusú telefontartót, ami alumíniumból készült, szerintem kifejezetten esztétikus és nagyon megbízható. Tudjátok, hol találjátok a linket. Amit ajánlanak még sokan, hogy a defektek elkerülése érdekében egy ilyen zöld trutyival érdemes feltölteni az abroncsot. Én mondjuk ezt nem tettem meg, mert egyrészt, hogyha defekt, akkor defekt, ki tudom cserélni, kapunk hozzá egy pár pótabroncsot, belső szettet, pumpafejet, szóval ez nekem nem jelent gondot, másrészt nincs kedvem ezt a trutyit takarítgatni, esetleg mégis leszeretném majd cserélni a kerekeket. Eddig egyébként nem is volt szükség rá. A piacon kapni tömör gumit, sokan meg is kísérlik egyébként azzal a használatát, eddig jókat nem olvastam róla, úgyhogy én azt semmiképpen nem ajánlanám. Az alkatrész támogatottsághoz a szoftverek terén is bőven vannak lehetőségeink. Kezdjük az alapalkalmazással, tud mindent, amit egy átlag felhasználó szeretne, hogy tudjon, mutatja, mennyi kilométer tudsz még vele megtenni, mekkora töltöttség, az akkumulátorok cellái rendben vannak-e, és ha nem vagy a közelben, akkor rezárhatod a rollert. Ez a gyakorlatban egyébként nagyjából azt jelenti, hogy befékezi a motort, és ha el akarja valaki tolni, akkor el kell sípolni. Tehát azért én erre önmagára tuti nem bíznám rá a rollert, mert megemelik és viszontlátásra. Mindenképpen úgy egy kerékpárt is, úgyis azt le kell rögzíteni valahová és rendesen odafixálni, különben azért hamar lába tud kelni. Én egyébként nem szoktam lekötni, egyszerűen betolom magammal az üzletbe, postára, stb. Eddig még mondjuk nem küldtek ki sehonnan, pedig bankba is simán betoltam. Nyilván ott összezártam és kitámasztottam a falnál, senkit nem zavart, nem mentem ott körbe-körbe vele. Amit tud még a szokásos beállításokon kívül, az a visszatöltés állítása. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a motorfék erejét állítja, minél erősebb a fékezés, annál többet tölt vissza az aksiba. Én mások és saját tapasztalatom alapján is azt mondom, ezt minél kisebbre célszerű rakni, mert a motorfék helyett a jobb lendülettel való közlekedés hatékonyabbá teszi az akkumulátor kihasználását, vagyis jobb a lejtőn gurulni, mint visszatöltögetni belőle az aksit, mert jobban jön ki a matek, ha egyszerűen csak normálisan is nyugodtan tudsz gurulni lendületből, ahogy neki rugaszkodsz a rollerrel. Ha már kimaxoltad a roller képességeit és kicsit szeretnél valamit variálni, akkor természetesen erre is van lehetőséged. Én közlekedés közben az M365 Toolstot használom, nem annyira fancy a design, de cserébe tényleg mindent tud és akar is mutatni, ráadásul kicsivel pontosabban is, mint a gyári app. Pláne, hogy én a garanciára fittyet hányva bizony a szoftvert kicsit megmókoltam és az M365 Downgrade szoftverrel finomhangoltam a gyári beállításokat. Maga a folyamat egyébként egyáltalán nem bonyolult, ha a roller modell száma engedi és alkalmas, akkor szó szerint telefonról internettel 2 perc alatt elvégezhető. Amilyen beállításokat én eszközöltem, a rollert kisebb erővel kelljen meglökni indulásnál, teljesen kikapcsoltam a motorféket, ezáltal addig gurulok, ameddig egyébként a lendület vitt volna. A gyorsulást feljebb állítottam, végsebességet emeltem, a tempomatot kicsit előbb kapcsoltatom be, mint ahogy ez gyárilag meg van szabva, egyszerűen azért, mert a legtöbb esetben közepes sebességgel haladok, és folyamatosan kerülgetem az akadályokat, jól jön a tempomat, nem kell mindig nyomni a gombot. Nem mondom, hogy ezek nélkül egyébként nem jó a roller, mert Viki például kifejezetten kért, hogy nyárira állítsam vissza az övét. Ezek úgyis kialakulnak használat közben, kinek milyen az igénye.
Mi a családban nagyon szeretjük a rollert, folyamatos használatban van, és lesz is tavasztól őszig, ameddig csak lehet. Fél éve megvan, szóval egészen biztosan állíthatom. Nagyon jó élmény, teljesen profi minőség és design. Az egyetlen kérdés csak tényleg az, hogy kinek milyen az életvitele, be tudja-e és akarja építeni ezt a mindennapokba. Egy sokkal élhetőbb és smogmentesebb élet lehet ez mindenki számára, főleg nyilván a városokban. A jelenlegi kressz szabályozás ezzel kapcsolatban finoman szólva is idejét múlt, így vannak helyek, ahol szó szerint ki van tiltva a forgalombor. Erről a neten lehet találni egyébként cikkeket, érdemes utána nézni és nem későn meglepődni. Itt a polcán, ahol én élek, ilyenről szó sincsen, szinte minden nap látok rollereseket közlekedni, így nekünk soha nem volt egyetlen problémánk vagy konfliktusunk sem. Érdemes belépni különböző rolleres Facebook csoportokba és beleolvasni a beszélgetésekbe, posztokba, ezért nem mindenhol ilyen rózsás a helyzet. És végezetül pedig egy igen fontos dolog. A motorosok szokták mondani, hogy úgy kell közlekedni motorral, mintha mindenki téged akarna megölni, és rollerrel is azt hiszem ugyanígy kell közlekedni. Az emberek nem vesznek úgy észre, elég gyors, elég hangtalan, tehát tényleg érhetnek mondjuk meglepetések nem csak téged, hanem a gyalogosokat is. Ezért fokozottan kell figyelni arra, hogy hogyan megy az ember. Ha odaérek egy zebrához, nem átsuhanok rajta, nem leszállok és áttolom. Azt hiszem, hogy ha a rolleresek szépen ezeket be fogják tartani, és kialakul ennek az egésznek egy kultúrája, akkor egy-két éven belül ez is, mint a kerékpár, ugyanúgy be fog épülni a normális közlekedési eszközök közé. Még egyszer nagyon köszönöm a szponzornak, aki ezt a rollert biztosította, nektek pedig azt, hogy megnéztétek ezt a videót. Nagyon szépen köszönöm, még egyszer sziasztok!